Sziasztok! Szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot egy bizonyos témában, ami így mostában megjelent a világomban. Hát, ha valaki másnak is hasznosak lehetnek ezek a gondolatok. A téma pedig az ítélkezés, mivel ugye itt a social media az egy tökéletes hely arra, hogy az emberek csak úgy össze-vissza ítélkezzenek mindenki felől, hogy elmondják a véleményüket. Megmondom őszintén, hogy én általában ilyen bujkálós típus voltam az életemben. Nem igazán mertem kinyilvánítani a véleményemet, nem készítettem videókat, egészen egy évvel ezelőttig, ugye, amikor elkezdtem a YouTube csatornámat. Úgy nem igazán mutattam meg önmagamat, mert attól féltem, hogy mit szólnak majd az emberek, és mi van, ha nem fogok tetszeni nekik, amit mondok, a véleményem. Emiatt én inkább bujkáltam, és nem igazán mutattam meg önmagamat. És igazából így is megtalált a rossz indulat és a gonoszság. Az emberek tudtak rólam rosszat mondani, kitalálni történeteket a fejükben, és szerintük az volt az igazság rólam. És emiatt is döntöttem úgy, hogy ha nem csinálok semmit, ha nem adom önmagamat, ha nem csinálom azt, amit szeretek, és mégis az emberek elítélnek, megvan a véleményük, méghozzá negatív véleményük rólam, akkor miért ne csinálnám azt, amit szeretek? Csinálom azt, amit szeretek, és akkor meg persze jönni fog a negatív vélemény, jön a pozitív is, a negatív is, és nem kell foglalkozni vele, de végre azt csinálom, amit szeretek. Úgyhogy emiatt is kezdtem el a videózást. És ugye természetesen kaptam már azóta hideget, meleget, érkezett azért jó néhány rossz indulatú komment is, és igazából ezzel nem lehet mit kezdeni, ezt csak hagyni kell. Régen engem nagyon-nagyon megviseltek az ilyen rossz indulatú beszólások, még mielőtt elkezdtem videózni is. Hetekig úgy éreztem, hogy valami nagy, óriási terhet cipelek, és nagyon rosszul tudtam érezni magamat. Aztán igazából, ahogy elindultam így az önfejlesztés és a tudatosság útján, egyre inkább rájöttem, hogy azok az emberek, akik bántanak, akik így ismeretlenül rossz véleménnyel vannak rólunk, nekik saját magukkal van gondjuk igazából. És hogy ez nem rólunk szól, hanem róluk. Ez nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy ma már, ha kapok egy negatív kommentet, akkor van egy pár másodperc, amikor így átjárja a testemet egy ilyen forróság, néhány pillanat alatt millió gondolatom lesz arról, hogy abba kell hagynom, akkor nem videózok, kész, vége. De ez így néhány másodperc alatt lemegy, és utána veszek egy mély levegőt, és az van bennem, hogy de ez nem rólam szól, úgyhogy nekem ezzel nincsen dolgom. És igazából tovább megyek. Nem hagyom, hogy megállítson, nem hagyom, hogy bármiféle hatása legyen rám. És igazából eljutottam onnan, hogy ugye hetekre megállított, és hetekig rosszul éreztem magam régebben egy rossz indulatú beszólás vagy vélemény miatt. Eljutottam oda, hogy most már így néhány perc alatt lerendezem igazából, és megyek tovább az életemben, és csinálom azt, amit szeretek, ami fontos. Mindegy, hogy mit csinálunk, az emberek így is úgy is ítélkezni fognak. Pontosan ezért is ajánlom mindenkinek azt, hogy csinálja azt, amit szeret, mert ha nem csinálod azt, amit szeretsz, akkor is ítélkezni fognak az emberek, és akkor is meg lesz a véleményük rólad. És ugye még szarul is érzed magadat, mert valami azt csinálsz, amit nem szeretsz. De ha elkezded azt csinálni, amit szeretsz, akkor is fognak ítélkezni ugyanúgy, és meg lesz a véleményük rólad, de legalább szereted azt, amit csinálsz. Rá fogsz jönni idővel, hogy tényleg nem lényeges az, hogy mit gondolnak mások, és nem kell foglalkozni mások véleményével. Most felhozok egy példát. Kitettem múlt héten egy videót, ami egyébként egy fizetett hirdetés volt, egy olyan terméket mutattam be a videóban, amit egyébként is használok, ami szerintem tök jó, és másoknak is hasznos lehet. És ez alatt a videó alatt érkezett egy komment egy hölgytől, hogy fizetett reklám és egy szomorú fej. És nem szoktam igazából belemenni az ilyenekbe, nem szoktam válaszolni, de úgy éreztem, hogy itt most erre válaszolni szeretnék valamiért, úgyhogy válaszoltam neki, és megkérdeztem, hogy ez miért szomorú, vagy mi a gond azzal, hogy én egy olyan terméket mutatok be, ami szerintem jó, és amit használok, és szerintem másoknak is segítség lehet. És hát kifejtette, hogy szerinte ez így ízléstelen, hogy én ezért pénzt kapok. Amire az én válaszom pedig az volt, hogy ugye egészen onnantól kezdve, hogy elkezdtem a csatornámat, én rengeteg dolgot mutattam meg, amiket mi használunk napi szinten, de mindent tényleg, tehát a sminkektől, az ételeken keresztül, a hajápolási termékek, ruhák, bútorok és ingyen minden. Amikor megkérdezték, mi honnan van, elmondtam, és senki nem fizetett ezért. És az nem volt ízléstelen, de most, amikor meg már pénzt kapok ezért, a videók készítésért, amiben egyébként azért nem kevés energiát és időt fektetek, akkor ez már ízléstelen. Szóval ez eléggé egy érdekes nézőpont, én úgy gondolom, és nekem teljesen más a nézőpontom erről, mivel én alapból úgy gondolom, hogy igenis olyan dologból szeretnék megélni, amit szeretek csinálni,
olyan dologért akarok pénzt kapni, amit szeretettel csinálok minden egyes nap, ami nem nyűg, ami jó érzéssel tölt el, ami mellett sok szabadidőm van, és sokat tudok lenni a kislányommal. Viszont ugye a legtöbb embernek a valósága pedig az, hogy csak olyanból lehet pénzünk, amit utálunk, munka az egy szükséges rossz, az nem lehet egy olyan dolog, amit szeretünk, amit szívesen csinálunk, és ami könnyű, úgymond, mint például ugye a videók készítése. És hát azért azt el kell mondanom, hogy annyira a videók készítése sem könnyű, ugye. Például az elmúlt 2 éjszaka én ilyen hajnali 1 körül aludtam el, mivel napközben egész nap a kislányommal voltam. Most így az elmúlt 1 hétben körülbelül tényleg éjjel-nappal velem volt, mivel a szüleim is elutaztak, meg az apukája is elutazott, úgyhogy elég durva volt. De képzeljétek el, ez a hetem volt a legproduktívabb. Ugye előtte lévő hetekben heti 1 hosszú videót készítettem már csak YouTube-ra, most ezen a héten pedig 3 videót sikerült készíteni és megszerkeszteni, nem tudom, hogy hogyan. Vagyis, de tudom, hogy hogyan, mert az elmúlt 2 éjszaka fent voltam hajnali 1-ig, addig szerkesztettem a videókat, és reggel 6-kor megkeltett már a kislányom. Egyébként nekem szükségem lenne napi 8 óra alvásra, mert én akkor érzem magamat, hogy fitnek. Nekem kell az alvás tényleg, úgyhogy elég nehéz volt felkelni ilyen 5-6 óra alvás után, de megértem, mert szívesen csinálom, szívesen csináltam a videók szerkesztését is, és ugye napközben vele voltam, nem volt időm szerkeszteni videót, tehát egyértelmű, hogy utána, miután este elaludt, akkor foglalkoztam ezzel. Szóval csak így annyi a lényeg ennek, hogy igazából vannak emberek, akik imádnak ítélkezni és bántani másokat, de ezek az emberek valószínűleg nem elégedettek az életükkel, nem azt csinálják, amit szeretnek, és tényleg nem szabad energiát fektetni abba, hogy velük foglalkozzunk, mert az nem visz előre. Ami előre visz, az ugye az, hogyha a céljainkra koncentrálunk, és teszünk értük minden egyes nap. Egyébként én teljes mértékben elfogadom, hogyha valakinek nem tetszenek a videóim, nem érdeklik ezek a tartalmak, tökre rendben van, mivel én nem is akarom, hogy mindenki szeresse a tartalmaimat, én sem nézek meg mindenféle tartalmat, engem sem érdekel minden téma így a világban. Tehát egyértelmű, hogy olyan tartalmakat nézek meg, amik hozzám közel állnak, amik érdekelnek. Ha valakit nem érdekelnek az én tartalmaim, semmi gond, tényleg tovább lehet görgetni, illetve szerintem van olyan beállítás is, hogy ne is ajánlja a csatornát a továbbiakban, tehát véletlenül sem fog kidobni videókat olyan tartalomgyártóktól, akit nem szívesen nézünk. Ezért is jó egyébként a TikTok, YouTube, meg minden ilyen oldal, mert te választod ki, hogy mit nézel. És én tényleg nem értem, hogy miért jó az az embereknek, hogyha olyan tartalmakat néznek, ami felidegesíti őket, ami után nekik el kell kezdeni kommentelgetni gonosz dolgokat. Szóval így nem igazán értem ennek, mi az értelme, ők biztos tudják. Ez nem az én problémám, hála az égnek. Úgyhogy az én üzenetem az lenne mindenkinek, hogy tényleg csináljátok azt, amit szerettek. Ne foglalkozzatok azzal, hogy mások mit mondanak, mert az emberek így is úgy is ítélkezni fognak. Szóval sokkal jobb, hogyha valami olyat csinálunk, amit szeretünk, és aki ítélkezni akar, azt pedig hagyni kell, hadd csinálja, azzal nekünk nincsen dolgunk.